Az év tanítója kitüntetést vehette át pedagógus nap alkalmából Szejtné Szabó Katalina, Kassa iskola tanítója. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Gratulálunk a kitüntetéshez! Nagyon szépen köszönöm! És ez remek alkalom arról, hogy egy kicsit a pályáról beszélgessünk, illetve erről a nagyon szép hivatásról. Nem könnyű ugye a tanító hivatása, hiszen igazából ugye ez az alapozás. Itt tanulunk meg mindent, és ezt visszük tovább, azt az örökséget, amit itt megtanulunk. Hogyan dönt valaki emellett a pálya mellett? Hogyan alakul ki, hogy ezt szeretnéd csinálni? Hát, hogy is döntöttem? Arra már nem is emlékszem. Csak, hogy óvónőként kezdtem, és szerettem mindig gyerekek között lenni. Aztán az óvónői pályáról elpályáztam a tanítói hivatás felé, amit soha nem bántam meg. Volt a családban pedagógus? Tehát ismerős volt már ez a szakma, vagy... Nem. Senki nem volt a családban. És nem is emlékszik arra, hogy mi volt ez az inspiráció, ami a gyerekek felé kezd... Tehát nem volt konkrét inspiráció? Nem volt konkrét inspiráció. Én falun nőttem föl, és ide jöttem férjhez Budapestre. És valahogy... Nem tudom. Ja, és valamit elfelejtek. Hát amikor én végeztem és érettségiztem Nagykátán, utána én képesítés nélkül tanítottam Káván. És egy osztatlan iskolában, ahol 1-től 5-ig együtt voltak a gyerekek, és még oroszt is tanítottam. És akkor utána a férjhez mentem, és így kerültem Pestre, és kerültem az óvodába, majd onnan ugye a gyes alatt elvégeztem a Hiászberényi Tanítóképző Főiskolát, mert úgy éreztem, hogy én ennél többre szeretnék a gyerekekkel inkább értelmesebb dolgokat, mint amit az óvoda nyújtott nekem. Tehát többet szeretnék adni a gyerekeknek. Tulajdonképpen ugye akkor az óvoda egy kitérő volt, hiszen már korábban tanított még képesítés nélkül. Így van. Igen. Igen. Rögtön oda került, ahol, tehát a Kassa utcába került rögtön? Tehát rögtön. Rögtön az első iskolám a Kassa utcai általános iskola volt, amit soha nem bántam meg, és akárhova hívtak, én onnan el nem mozdultam, és 38 éve oda vagyok bebetonozva. Egy olyan légkör van, ami, tehát a kollégáim is, és az igazgatóim is, ahol nagyon-nagyon jól érzem magam, és ahol nagyon fáj a szívem, hogy el kell menni. Nem fáradtam bele, nem untam meg, imádom. Vissza tud még emlékezni arra, hogy milyen érzésekkel lépett be először az iskolába? Nagyon, nagyon meg akartam felelni, hogy én kelljek oda. Mert ugye volt egy úgynevezett arcvizit, hogy na, hogy is néz ki az az ember, aki ide akar jönni. És akkor még a Csincsik Imre nevű igazgató volt, aki utána művosztályvezető is volt. És megfeleltem, de nagyon nagy frászban voltam. Igaz az, hogy a pedagógusok mindig emlékeznek az első osztályukra? Igaz. Ön is emlékszik rá? Igen, emlékszem. Vannak arcok, akik kiugranak ebből a seregből esetleg? Ebből igen, vannak. És szívesen emlékszik vissza az első osztályra? Nagyon szívesen. És olyan, mintha most lett volna. Ez a borzasztó. Ugye elkezdődött egy munka, azt mondta, hogy sohasem bánta meg, hogy ezt a pályát választotta. Mi az, ami a szakmai kívást jelenti, vagy mi az, ami érzelmi töltetet jelent önnek minden nap, hogy bemenjen és csinálja azért, nem könnyű. A csillogó szemek, hogy rohannak elém, én már 7 órakor benn vagyok az iskolában, a szülők azt tudják, hogy akinek problémája van, mi nem fogadó órákat várunk, hanem megkereshetnek reggel 7 órakor, sőt tudják a vonalas telefonszámomat, este fölhívnak, és engem ez soha nem zavart, a leckét is kérdezik. De annyira nem élnek ezzel vissza, hogy tényleg csak indokolt esetben teszik meg ezt. És én azt szeretném mondani, hogy én soha nem vágytam kitüntetésre. Nekem kitüntetés az, hogy imádnak a gyerekek, én is szeretem őket, és a hálás szülők, nekem ez a kitüntetés. Ezen tudok ugye elbögni. És pont tegnap sírtam ki magam, mert köszöntem el a 4. osztályomtól, 4 éve voltak nálam, és pont a 8. osztályom meg ballagott, tehát az előző, akikkel 4 évig voltam, úgyhogy ott is jót bőgtem. És az, hogy azt nem tudom, elmondhatom-e, hogy tegnap előtt milyen meglepetésért ültem a számítógép előtt, és a saját kertes házunk udvarából valami furcsa zajokat hallottam, és mondtam, a sugornőmmel beszéltem, aki Svájcban él, és mondtam, hogy valami dolog történt itt nálunk, ki kell, hogy nézzek. És kinéztem, és az udvarunkon, a kertben álltak a tanítványaim, mögöttük a szülők, kezükben a papír, és énekeltek. És akkor én ott voltam
a házi öltözetemben, nem tudtam, hogy most szégyeljem magam, vagy most mi van, és aztán utána meg hát egyszerűen kitölt belőlem a sírás, hogy tudnak ilyet kitalálni. Ez a kitüntetés. Igen. Ugye az előbb említette egy fél mondattal, hogy most búcsúztatta a negyedikeseket, és hogy ez milyen érzéseket váltott ki önből. Amikor egy új osztályon elsősök, azt ugyanazzal az érzéssel fogadja, mint amikor legelőször találkozott elsősökkel? Tehát ugyanazt érjel, vagy most már ez kicsit rutinosabb ez a dolog? Nem rutinos, nagyon érdekes. Van egy olyan ambivalens érzése az embernek, hogy én már soha nem szeretem úgy a következő osztályomat, mint az előzőt. Tehát akkor nekem olyan idegenek egy darabig jönnek, és tudom, hogy aranyosak, meg édesek, és akkor eltelik egy pár hónap, és akkor megtörténik a csoda, és akkor őket is imádni lehet. Szóval ez olyan, mindig így van, vetésforgó. Változott a szakma ez alatt a 38 év alatt? Más lett a gyerekekhez való viszony, a szülőkhez való viszony, vagy a szakmával szembeni elvárások változtak? Én szerintem nem. Írhatnak bármit a törvények, a munka ugyanaz, a gyerekekkel való kapcsolat, az írni, olvasni, tanulás, a tudás átadása. Ezt hiába mondanak bármit fönn. Ez az emberből jön, és tudja, és csinálja. És az a jó, hogy becsukom az ajtót maga mögött, és ott én vagyok az úr. És az sem számít, amiről sokat beszélnek, hogy azért változnak a gyerekek, tehát másképp viselkednek, más a viszonyulásuk a tanuláshoz. Gondolom tanulnak, csak más módszerekkel, vagy nem is tudom, más módszerekkel. Ez sem számít? Ez nálam nem számít. Szóval nyitottabbak, szabadabbak tegeznek engem, de ez nem jelenti azt, nagyon furcsa volt először, ez nem jelenti azt, hogy nem szeret és nem tisztel és tiszteletlen. Az előbb említette, hogy milyen csodálatos köszöntést kapott ugye pont a napokban. 38 éve ugyanabban az iskolában dolgozik. Én azt gondolom, hogy ennyi idő már elég arra, hogy az ember gyakorlatilag mindenkit ismerjen a környezetéből, a kerületből. Tartja a kapcsolatot a volt tanítványokkal, a volt szülőkkel? Tehát ez egy folyamatos kapcsolatot jelent? Igen, méghozzá úgy, hogy már a volt tanítványaim gyerekeit tanítom, és hozzák hozzánk, és választanak engem. Említette azt is, hogy soha nem vágyott kitüntetésre. Mégis, amikor az ember megkap egy ilyen elismerést, akkor az mit jelent? Kezd vele valamit? Jelent egy fordulatot a pályán? Másképp kezdi el csinálni a dolgokat? Vagy egyszerűen csak egy összegzésre alkalmas? Szerintem nem. Nem jelent semmi olyat, hogy belegondolok, hogy én például megijedtem. Egyszerűen megijedtem tőle, hogy most akkor mi van, és ott ki kell állnom. Tehát érdekes, hogy a gyerekek elé kiáll az ember, de ünnepeltetni magát, meg egyáltalán ott, hogy mit csináljon, szóval az nagyon veszélyezett. Örültem, meg elismerés, meg a pályám végén ugye megkapom, de olyan nagy dolgot nem váltott ki bennem. Hogyan tovább? Mik a további terveim? A további terveim az, hogy én nyugdíjas vagyok, és lemondtam a nyugdíjamról tulajdonképpen, hogy ki tudjam vinni az osztályomat. És hát most még fölkért az igazgató, mert elkezdtem egy harmadik osztályban magyar tanítani, hogy azt még fejezzem be, és utána sajnos elmegyek a pályáról. Említette, hogy sajnos. Én is azért kérdezem, mert van pedagógus a környezetemben, a családban, és tudom, hogy milyen ez, amikor pedagógus nyugdíjba megy. Mit gondol, le fog tudni állni? Tehát abba lehet ezt hagyni? Főleg így, hogyha 38 éve tartja az ember a kapcsolatot azokkal, akikkel hát dolga volt. Én gondolom, de nehéz lesz. Van két unokám, ikrek, és most oda kell majd besegítenem. Meg majd velük ismertetem meg az olvasás-írás tudományát. Remélem, hogy okos kislányok lesznek. Hát akkor ehhez kívánok szép éveket, és még egyszer gratulálok a kitüntetéshez. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm én is.